Jó estét kívánok! Önök az Esti Mérleg adását látják. 83 diák vendégeskedett a mai napon Székesfehérvár Városházának dísztermében. Ők azok, akik idén részesülnek a Tóth István, Tóth Terézia közalapítvány ösztöndíjából. A Székesfehérvár Városa által létrehozott és támogatott közalapítvány a jó tanulmányi eredményt elért, állandó székesfehérvári lakhellyel rendelkező fiatalokat segíti, akik szociális helyzetük miatt is rászorulnak erre. Tanulmányi követelmény a 7.-8. évfolyamon 4,8, a 9.-13. évfolyamon 4,5, a felsőoktatásban pedig 4,2-es átlag. Az alapítvány 91 óta működik, akkor egy magánhagyatékból jött létre, de azonnal hozzájárult már a támogatáshoz az önkormányzat is, majd ezt a támogatási mértéket később megnövelte. Általában 75 és 80 közötti tanulót támogatunk, az idén 83-at. Nincs keretszám megállapítva, hogy hányat támogathatunk, hanem a rendelkezésre álló összeget osztjuk föl egy kis számítógépes programok alapján, pontokat az egyéni adatlapokról, a pályázati adatlapokról bevisszük az erre a célra készített programba, és egy abszolút objektív elbírálás történik. Az ösztöndíjasok havi 5000 és 12000 forint közötti összegben részesülnek. Fűrész István beszédében Széchenyi Ferencet idézte, aki fiának Istvánnak írta: a pénz nem a tiéd, csak nálad van elhelyezve. A forrás, ez sem titok, az idén 7 millió forint, aminek két magántámogató még a részese, a forrása. Ők ketten három tanuló ösztöndíját vállalják, tehát ez a tiszta arány, hogy az ő támogató, a két egyéni támogató forrása az három ösztöndíjat fedez, nem konkrét három emberét, hanem három átlag ösztöndíjat fedez, és akkor ugye 80 ösztöndíj az önkormányzati forrásból van. Eltérő a mérték iskolatípusonként. Nyilván a felsőoktatásban magasabbak a költségek, ott más szorzóval dolgozik az előbb említett program, és más szorzóval dolgozik a középiskolásoknál. Az általános iskolás korosztály támogatása az visszafogottabb, nem kizárt, hogy általános iskolásokat is támogassunk, az idén is így van ez, összesen 6-an kapnak általános iskolások támogatást, és hát a pontozási rendszer úgy van kialakítva, hogy hátránykompenzálás érvényesülhessen benne, így az Arany János általános iskolába járó bizonyos területen tehetséges tanulók a saját speciális tehetségük kibontakozásához is kapnak ösztöndíjat. Az idén is 6 általános iskolai ösztöndíjból 5 az Arany János általános iskolához tartozik, hiszen a tehetséget meg kell találnunk ott is, ahol egyébként meg hátrányok sújtják a tanulókat. Szintén Széchenyi Ferenc intése, melyet a Bibliából idézett: ne vondd meg a jót attól, akit az megillet. A jó nem közvetlenül az ösztöndíj, hanem a tanulás lehetősége, tette hozzá Fűrész István. A tanulás lehetőségét kell támogatni, adott esetben anyagi eszközökkel. Lehet szó részképességzavarokról legfőképpen, és esetleg testi korlátozottságról is, bármilyen fogyatékról. Ugye ennél mélyebbre belemenni az nehéz, hogy nehogy valakinek a személyiségét megsértsük, de ezek között a tanulók között is vannak olyanok, akik valamiben, például rajzban, énekben, sőt olyan is van, aki informatikában tehetséges. Hát nyilván ő nem csúcs programozó lesz, hanem egy megbízható, kiemelkedően megbízható felhasználó. Hiszen van olyan ilyen tanulási zavar, ami egyébként meg a rendszeretetben és a megbízhatóságban kompenzálódik spontán is, hát ha még azt támogatják. A polgármester kiemelte, hogy a szívekhez is szeretnének szólni ezzel az ösztöndíjjal, mert valójában két szívből ered a segítség. Cserpalkovics András többek között arról is beszélt, hogy szélesebb értelemben milyen hasznuk lehet a városi támogatásoknak. Van, aki rászoruló, nyilván vannak szociális alapon rászorulók is, de vannak olyan tanulmányi ösztöndíjaink is, amelyek kifejezetten a tanulmányi eredményekhez kapcsolódnak, és alapvetően lehetőséghez szeretnék juttatni a fiatalokat,
és talán az is kimondható cél, hogy egy kicsit a szívükhöz is közelebb szeretne a város kerülni, és ezáltal elérni, hogy annak idején, amikor a saját nagybetűs életükhöz vezető nagy döntéseket meg kell hozni, akkor mindig ott legyen a fejükbe, a gondolataikba, hogy ez a város szeretné, hogyha ők itt maradnának. Vagy ha esetleg el is mennek, mert hát az önmagában nem, egyáltalán nem baj, de visszajöjjenek, és az életüket, majd adott esetben a család alapításukat, azt itt képzeljék el a Székesfehérváron vagy a környékén. Tóth ösztöndíjon kívül és a közalapítványon kívül Székesfehérvár hogyan segíti a fiatalokat, milyen ösztöndíjakkal? Ugye létezik a tanulmány ösztöndíj, amely előbb utaltam, az az Albarégi ösztöndíj, az alapvetően középiskolásoknak szól, illetve egyetemistáknak. Itt az egyetemisták alatt azokat értem, akik Fehérváron élnek, dolgoznak és tanulnak. Azért mondom, hogy dolgoznak, hiszen közülük vannak duális hallgatók is. Emellett nyilván a diák önkormányzati rendszeren keresztül nagyon sokféle programszervezésbe, tudásátadásba vesz részt az önkormányzatot, az Alba Innovár, ami önmagában egy fiataloknak létrehozott digitális élményközpont, a Titkokháza, ami a természettudományokhoz kapcsolódó hasonló jellegű központot jelent, és hát szeretünk segítséget nyújtani mindenféle szervezési feladatban, és hát ebben most talán az egyik legjelentősebb következik éppen a következő napokban, hiszen holnap kezdődik a 10. és egymás után harmadszor Fehérváron megrendezett országos diákparlament, ami vasárnap tart. Az országból jön több száz diákképviselő, akik a diákok ügyeit, a fiatalok ügyeit fogják felvetni és kormányzati szereplőkkel egyeztetni. Ugye 3 évvel ezelőtt mindegy 50 pontos listát állítottak össze a fiatalok. Ez a lehetőség most arra is megnyílik, hogy értékelni lehessen, hogy ebből az 50 pontból mi tudott és milyen mértékben megvalósulni, és hát mik azok a napi kérdések, amik a ma diákait, a ma fiataljait foglalkoztatják. Cselparkovics Andrást arról is kérdeztük, hogy összességében éves szinten mennyit költ a város a közoktatás segítésére, a fenntartói feladatok ellátása felett. Az összes olyan tevékenységet vesszük, ami ösztöndíjakkal, támogatásokkal, rendezvénytámogatásokkal, felsőoktatási expóval, az két egyetemi központ támogatásával, bizonyos Kodolányit érintő támogatásokkal együtt van, akkor ez olyan 300 millió forint körüli összeget jelent, és ez önként vállalt feladatnak tekintendő, hiszen itt ez nem kötelező feladat, hanem a város a saját forrásai által felvállalt, és nyilván ezekből finanszírozott feladatait jelenti. A Tóth István, Tóth Terézia közalapítvány működéséről is kérdeztük Fűrész Istvánt. Bármennyire is alacsonyak a banki kamatok, az önkormányzat az jelentősen támogatja, mintegy 95%-ban, vagy talán egy picit többen is önkormányzati forrásból, nem csak zavartalanul, de jól tud működni az alapítvány. Egyébként meg jól működik, mert az iskolákban jó híre van, és a sajtótól is jelentős támogatást kapunk, így a közvéleménnyel, meg az ösztöndíjasokkal is folyamatos jó kapcsolatban vagyunk. Az alapítvány nem csak az ösztöndíjasokkal foglalkozik, pályaorientációs támogatást is nyújt, országos szinten, egyedülálló módon. Pályaorientációs támogatást nyújtunk, ami országosan egyedi. Ez a pályaorientációs támogatás nem egyértelműen iskolakeresést vagy pályakeresést jelent, azt azért igen, hanem egy korai támogató tevékenység, hogy föl tudjuk tárni mindenki számára a saját képességeit, érdeklődési körét és minden olyan személyi jellemzőjét, ami fontos a megalapozott pályaválasztáshoz. Ugye ez az elvi része a dolognak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy önkormányzati támogatásból az alapítvány felügyelt, irányított, tartalmilag is irányított egy jelentős szoftverfejlesztést, és így minden iskolának tudtunk biztosítani az egyéni tanácsadást támogató szoftvercsomagot. Az alapítvány fölkészített minden iskolából megfelelő számú pedagógust is ennek a szoftvercsomagnak a kezelésére, és egyáltalán a pályorientáció módszertanának a használatára. Mert hát sajnos a magyar felsőoktatásban egyetlen kreditnyi súllyal sincs jelen még a pályaorientáció, mármint a pedagógus képzésben. Úgy gondolom, hogy ezzel jelentőset léptünk, és ennek van visszaigazolása is. Egyrészt egy Euroguidance díj, ahol szakképzési centrum volt a pályázó és a nyertes, gyakorlatilag azonban az alapítvány és a
hát a szakképzési centrum közös szellemi tőkéje és törekvése jelenik meg benne önkormányzati támogatással, olyan szinten önkormányzati támogatással, hogy nem csak önkormányzati pénz van mögötte, hanem a polgármester úr országos fórumokon és helyben is mindig nyilatkozik ennek a fontosságáról. Ünnepségen két ösztöndíjas tanuló adott zenei műsort, Novák Aporka Furuján, Pintér Bernadett pedig fuvolán játszott a díszterem vendégeinek. Az Esti Mérleg adását látták, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!